Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a Zalasport nézőit. Elkezdődött az Eto SC Futsalklub, Nagykanizsai Futsalklub NB2-es bajnoki mérkőzés. Ezt a találkozót egyébként még szeptember 24-én kellett volna lejátszani, akkor halasztottak, és a mai nap, tehát január 7-én pótolják a csapatok ezt az összecsapást. Tiszta pirosban a vendég Nagykanizsa, tiszta fehérben pedig a házigazda Eto, és gyorsan nézzük az összeállításokat. A vendégeknél 94-es szakmester Ádám a kapuban, ott van 5-össel Horváth Elemér, 17-essel Schuller Ferenc, 23-essel Koroncei Patrik, illetve 92-essel szakmester János a kezdőben. A házigazdáknál egy régi ismerős, 20-essel Balikó Milán, aki játszott Zalaegerszegen a Göcsej futsal csapatában korábban, 4-essel Kovács Máté, 7-essel Toma Ádám, 12-essel Püspök Péter, illetve 15-össel Szűcs Ádám a kezdőben. Bagó Gábor dirigálja a kanizsai csapatot, illetve Pál László a házigazdák mestere. Horváth Elemér, egy nagyon nagy szansa lenne most az kanizsai együttesnek, hogyha sikerrel megvívnák ezt a találkozót, tehát sikerülne csak úgy, mint Nagykanizsán, hiszen december 10-én a kanizsai összecsapáson 4 góllal legyőzték a győrieket, tehát hogyha sikerülne most is a bravúr, akkor a jelen pillanatban 6. helyen álló kanizsaiak 2 pozíciót is tudnának javítani a helyezésükön, és a 4. nagyon-nagyon előkelő helyre léphetnének előre a táblázaton. Egy labda szerző szakmester el is vállalja a lövést, levágódott Kovács Mátéről. Oldalról majd Horváth hozhatja. Schuller Koroncait előzik meg. Elég régen volt már közvetítés futcáról. Horváth Elemér, szakmester. Jól fogott pozíciót, szakmester, nem sikerült a továbbítás, Püspök lábában akadt el, aztán szakmester visszaszerzi, és nem vágta el előre, Schuller. Horváth Elemér, szakmester, csak hátrafelé tudta adni, Horváth megint, Püspök támadta meg, jól járatják egyelőre körbe, szakmester, ő nagyon jól fordul, most is megpróbálkozott befordulni a kapu felé, ezt a labdát viszont eladja a Horváth Elemér, és ott egy zicser, ott az első találat. A szerzője pedig Szűcs Ádám. Egy pontatlan átadás után megszerzi a vezetést a házigazda. László Dávid a pályán, Koroncai László. Picit hosszan tette maga elé, és becsúszva elpiszkálják előle. Kovács Máté volt az, Püspök korábban játszott Veszprémben. Kovács egy éleszögből leadott lövés. Ez elkerülte a kaput. Tama volt az egyébként, aki az előbb lövésre vállalkozott. Püspök, ott a második. Gyorsan 2 gólos előnyt szerez az Eto. A jobb oldalról éles szögből vállalkozott lövésre, és megduplázza az Eto előnyét. Hát nem jó kezdés a kanizsaiaktól. Novák a pályán most. Ott van 13-assal Kollár, és van egy szabálytalanság. Novák került a földre. Szalai Dániel 18-assal. Kollár. Novák. Szalai nem tudta betenni középre.
Zobákról került az oldalvonalon kívülre a labda. Novák, László Dávid. Szalai nem tudott befordulni. Oldalra jöhetnek a fehérmezesek. Zobák, ő a csapatkapitány a házigazdáknál. Német, Zobák megint. Kérné vissza a Püspöktől, nem kapta. Megint Püspök. Most Zobáknál. Egy labdavesztés. Jöhet Novák. László Dávid. Kollár, Novák. Jól adogatnak a piros mezesek, és aztán elhagyja a labdát Kollár Péter. Püspök, jó középre, és az utolsó pillanatban egy nagy mentés. Kollár tette bele a lábát, ha nem ér hozzá, akkor valószínűleg már 3-0. ...46 másodperc telt el a két gól között egyébként. Beleért még valaki. Nem esett még szó a játékvezetőkről, Zimonyi Péter dirigálja a találkozót. A segítője Urgyán Antal, illetve az időmérőnél pedig Strehó Erik tevékenykedik. És a kispadok felől, tehát hozzánk közelebbi oldalon tevékenykedik, dolgozik Zimonyi játékvezető. Nem volt még kint, Balikó kéri hátra, egyből teszi vissza Püspöknek a labdát. A Pafc az első 41 ponttal, Maglót követi 31-jel, aztán az Eto 29-el, Energy 24, TFS-e 24, aztán egy ponttal lemaradva. Volt versenyben a Nagykanizsa, illetve a PTE Peac gárdája a 6.-7. helyen, és ezért is lenne nagyon-nagyon fontos a kanizsaiaknak, hogy ezt a mérkőzést sikeresen vívják meg, hiszen a cél, hogy ez végén, az alapszakasz végén az első 6-ban legyenek, és onnéttól már kényelmesen lehet dolgozni, lehet finomítani majd a technikákat, nem kell azzal foglalkozni, hogy esetleg a kiesés megérintheti a csapatot. Már 6-nál rosszabb nem lehetne a Kanizsa. Kovács. Egy jó letámadás Horváth Elemé részéről, de róla ment ki a labda. Nyíregyházki Norman végezte el az oldalberúgást. Kovács. Német kérte volna itt a szélen, László Dávid, ez egy jó labda átvétel, jó a csel is, és Balikó nagy védése, sőt még kint sincs, továbbra sem. Horváth Elemér egy nagy zicsere már volt a vendégeknek. Horváth, nem sikerült visszatenni Szakmeisterhez, gyorsan kivágják, itt a kapu előteréből a házigazdák. Egyébként az Eto lejátszott 14 mérkőzéséből 9-et megnyert, két döntetlen, illetve három veresége van, és ahogy említettem, az egyiket éppen Nagykanizsán szenvedte el. Horváth Elemér, erre már Balikó rávetődik. Ausztriában játszott korábban Balikó Milán, egy eszméletlen bohém srác, nagyon jó szívű és nagyon jó csapatember Balikó Milán. 3-1-ben lehet vinni, Horváth Elemér. Ezt nem kellett volna. Ha már betette középre, akkor a hosszú oldalon László Dávid talán kedvező pozícióban várhatta volna a labdát, vagy várta is. Jön vissza Koroncai. Horváth Elemér, László Dávid Szakmeister rajta kívül a pályán mezőnyben. Kint volt már Kovács, Tama Ádám,
Koroncai mellett nem tudott ellépni, Kovács megint. Püspök. Egy fordítás, nem volt jó a labda átvétel. Schuller hátra Szakmester Ádámhoz. Oldalról jöhetnek majd a piros mezesek. 7 perc, 4 másodperc telt el a találkozóból, 2-0 a Horváth Elemér. Szakmesterhez nem jutott el a labda, Kovács csípte el, nincs szabálytalanság. Schuller. Horváth, Schuller megint. Nem sikerült előre tenni. Szűcs Ádámról került a vonalon túlra a labda. Kovács Máté. Püspök. Ő irányít hátulról. Jó az átadás. Tama. Nem ment be középre. Ott volt Szűcs Ádám. Schuller lábáról az alapvonalon túlra került. A játékszer. Sarokból jöhetnek a fehér mezesek. Egy újabb lövés. Ezt most jól védte Szakmester Ádám. Nincs szabálytalanság, Szalai lépett volna meg a bal oldalon. A tiszta szerelés Szűcs Ádám mutatta be. Egyébként elég komoly változás volt az Eto keretében. Sok fiatal játékos kap lehetőséget a sokszoros magyar bajnoknál, de egy-két játékosától megvált a zöld-fehér csapat. Pontatlanul előletett labda végcsipte el, most már Horváth Elemér, jó a testcsel, még tovább, és egyből kivágják, még hozzá úgy, hogy csak most van kint a labda. Horváth jöhet. Schuller. Szalai ügyesen bújt ki a szorításból. Ezt még el lehetett csipni. Koroncai, Szalai. Horváth Elemér átjött a túloldali sarokból. Ezért volt pontatlan az átadás. Le is jön, érkezik a helyére Novák. Püspök komótosan sétálgat a kanizsai kapu felé, aztán meghúzza most már. A háta mögé érkezik a visszapassz. Ügyesen járatták meg most hátul a labdát a győriek. Püspök. Ott marad a labda Tamánál, kapja is vissza Püspöktől. Tama pillanatra széttárta a kezét, hogy kinek lehetne adni. Vég. Tama. Püspökhöz most nem jutott el az átadás. Jön Kollár Koroncai helyére. Püspök egyből vissza, aztán ellőtte a legurított labdát, egy kicsit fölé, jobban alányult, mint kellett volna. Ez is lehetőség volt. Novák. Több mint 9,5 perc telt el a találkozóból, 2-0. Labda volt, ott viszont volt egy szabálytalanság. Lent is maradt Novák, most tápászkodik fel. Így van, és van egy szabálytalanság, ezt jelzi Zimonyi Péter. A győrieknél ez az első falt egyébként a találkozón. Nem állította meg a játékot, megvárta, míg kikerül a labda. A vonalon túlra is akkor jelezte a zsűri asztal felé. Ebben a pillanatban a félidő feléhez érkeztünk. Szalai
kapott egy kis lökést, kisegítették az oldalvonalon kívülre. Zobák volt az, ha jól láttam, ki hátulról megtámasztotta. Nem fújtak a játékvezetők, jön vissza Szakmeister Szalai helyére. Zobák Csaba kapja is vissza. Kőfalvi játszik 9-essel. Egy rossz labda átvétel Nováktól, aztán megpróbálja visszaszerezni. Csak átmenetileg sikerült. Szűcs egyelőre tartja a labdát, vissza is tudja tenni Kőfalvihoz. Zobák, Kőfalvi. Megint Zobák, átforgatja túloldalra. Egyelőre nem tudnak előrébb lépni a fehérmezesek. Mint Zobák, Balikó szól, hogy segítene egy szép emelés, és egy dropból ellőtt labda, Nyíregyházki Norman vállalkozott lövésre. Egy jó méterrel elzúgott ott a bal alsó mellett a labda. Szűk 9 perc van még hátra az első fél időből. Szakmeister jó a hátra, sarkazás, Horváth Elemér érkezett. Nem talált kaput, de ennek oka volt, beleértek a lövésbe. Legalábbis innét úgy tűnt, bár aztán Balikóhoz került a labda, úgyhogy ez meg cáfolja, amit az előbb mondtam. Sikerül ellőnie Szűcsnek. Szakmeister Ádám lába között, de még éppen annyira hozzáért a kanizsai hálóőr, hogy elkerülte a labda a kaput. Így viszont maradt támadás a győrieknél. Nyíregyház ki a sorokból. Zobák. Nem volt szabálytalan. A nézők azért felmorrantak, de nagyon sportszerű volt a házigazdák 9-es a Kőfalvi. Egy pillantást sem vetett a játékvezetőre, ő érezte, hogy nem volt szabálytalan. Egy lövés, ez lepattan. Szakmeister megfogja még, aztán a nem túl erős lövés elkerüli a kaput. Nem tudom, hogy érezte Balikó Milán, hogy ez mellé megy, vagy pedig nem volt ideje rámozdulni. Püspök, nem volt jó a keresztlabda. László Dávid, Horváth. Korábban csapattársak voltak mindketten Balikóval. Szakmeister ellövi éleszögből, és hozzá kellett érnie Balikónak, így látta biztosnak a hálóőr. Szerintem elkerülte volna a kaput, de ezt azért nem mindig érzik a kapusok. Jobb a biztosat választani. Horváth Elemér. Kollár tette át a túloldalra a Szakmeister. Egyből visszazárt Kovács Máté, László Dávid. Ha eljut Horváthoz, akkor ebből gólhelyzet alakulhatott volna ki. Az utolsó pillanatban még beleértek, ez viszont egy pontatlan lövés. Gyorsan fordulnak a hazaiak. És egy lövéssel fejezik be a támadást, igaz nem talál kaput. Horváth. Szakmeister, Horváth gyorsan érkezne a kapu elé, aztán elveszíti Szakmeister, hárman sprintelnek a kanizsai kapu felé, és ügyesen megoldotta most Szakmeister János. Kollár, aztán László Dávid. Horvátot megelőzi Püspök, ütközik a két játékos. Püspök került az oldalvonalon kívülre, gyorsan odament Horváth Elemér elnézést kérni. Most már van szabálytalanság a kanizsaiaknál is, és egy időkérés a győrieknél. Pál László tette le a kis T betűt a zsűriasztalhoz.
13 perc, 8 másodperc telt el az első félidőből, tehát szűk 7 perc van még hátra, és a harmadik percben kétszer is sikerült bevenni a győrieknek Szakmester Ádám kapuját. 2 perc, 11 másodpercnél Szűcs Ádám szerezte az első találatot, aztán 2 perc, 57 másodpercnél Püspök Péter éleszögből kilőtte a hosszút, a jobb alsó sarkot, ezzel vezet a győri együttes. Kedves nézőnk kérdezi, hogy 30 vagy 60 perc, a mérkőzés kétszer 20 perc tiszta játékidőt mérnek a futcában. Közben itt az időkérés alatt Balikó Milán felintegetett nekünk. Már a bemutatásnál észrevette, hogy itt vagyunk, nagyon jó viszonyban vagyunk egyébként Miluval. És mondom, egy eszméletlen jó srác, egy őriek hálóőre. Tehát Püspök a labda mögött, szabadrugással jöhetnek a győriek. Egyből kaput választotta, de nem találja most el Püspök Péter. László egyből kapja vissza Koroncaitól. Novák éppen ellépett arról a helyről Koroncai, ahova érkezett az átadás. Tehát amikor nincs játékban a labda, akkor áll az óra. Erre értettem természetesen a tiszta játékidőt. Tama hátra. Püspök. Jó volt a közbelépés Nováktól, marad a labda viszont a győrieknél. Oldalról jöhetnek. 6 perc, 20 másodperc van még hátra az első játékrészből. Püspök. Egy jó közbelépés Nováktól, aztán László Dávid határozott közbelépése. Nem tudta már Szalai bent tartani. Újra csak oldalról jönnek a győriek. Kovács Máté, Püspök. Ezt Novák begyűjti, szépen pörgeti el. Aztán még az utolsó pillanatban oda tudtak piszkálni a házigazdák. A felezővonal a környékéről lehetett elvégezni az oldalberúgást. Novák. Felperdült a lábán, a labda nem tudta bent tartani, vagy megszelidíteni. Újabb labda oldalról. Balikó egyből teszi vissza Tamához. Püspök indul a szélen, nem kapja egyelőre. Pap. Kovács, Pap. Püspök elvállalja, és egy nem rossz próbálkozás. Nem sokkal zúgott el ott a jobb alsó mellett Püspök lapos lövése. Marad a labda a kanizsaiaknál. Ugye győrieknél hát volt egy sajnálatos osztályváltás. Ugye ennek a pontos részletei mik, azt a győriek jobban tudják, nem akarok itt okoskodni, de az a lényeg, hogy a sokszoros magyar bajnok most az MB2 nyugati csoportjában játszik, és a harmadik helyen áll. A külföldiek elhagyták a klubot, pontosabban el kellett hagyniuk a klubot. Hát kívánjuk a győrieknek, hogy minél előbb jussanak fel az első osztályba, és foglalják el méltó helyüket. Püspök húzza meg a jobb szélen. Vég Alex.
valószínű, hogy nem hagyta el a félpályát a labda, és ugye kapus csak egyszer érhet hozzá. Így, és Balikó másodszor is hozzáért, tehát el kell hagynia a térfelet a játékszernek. És ezért jár most a közvetett szabadrúgás a kanizsaiaknak. Horváth Elemér, illetve ott van lövésre készen László Dávid, illetve szakmester János. Próbálnak minden rést lezárni a fehérmezesek természetesen. Vagy előre, vagy hátra szakmester fölemeli. És rá tudott vetődni Balikó. Ez egy nagyon komoly lehetőség volt a kanizsaiaknál, és ezt ügyesen oldották meg itt védekezésben a győriek. Elvégezték már a szabadrúgást, faltokat tekintve 2-2, és amint kimondom, már csak 4 perc lesz hátra. Most ugye játékon kívül került a labda, tehát 15 perc, 57 másodpercet mutat az óra. Több csarnokban is 20 percről visszafele számolnak, itt a magvasi csarnokban pedig nulláról indult az óra, és úgy megy a 20 perc felé. Tehát most már kevesebb, mint 4 perc van hátra az első játék részből, továbbra is 2-0 a házigazdáknak. Zobák. Pontos átadás. Szűcstől kapja is vissza Zobák, átforgatja túloldalra. Zobák megint. Ez most elakadt Horváth Elemér lábában. Kollárt előzték meg. Schuller. Horváth Elemér, szakmeister. És rá tudott most fordulni. Balikó gyönyörűen hárított. Nagyon-nagyon jó kapus Balikó Milán, ezt hát több éven keresztül láthattuk test közelből. És egy újabb védés, nem cáfolt rám a győriek hálóőre. Oldalról jöhetnek megint a piros mezesek. Hátba lőtte csapattársát Schuller, szakmeister hátán csattant a labda. Ez pedig egy jó mentés, nem volt rossz elgondolás. Szakmeister nem jutott el Kollárig a labda, és ott volt egy messzhúzás, ezt vette észre a játékvezető, és ezért az újabb hiba a győrieknél. Ugye 5 szabálytalanságot lehet félidőnként elkövetni egyik vagy másik oldalon, közben Balikó Milán lehet, hogy eltalálta a labda, és benszorult a levegő. Ezért állította meg a játékot. Zimonyi Péter, most már talán rendben van, jelzés. A bíró felé, a Balikó Milán, Horváth. És ezt is hárítja a győriek kapusa. Annak idején azt mondták róla, hogy ha egy picit komolyabban áll a dolgokhoz, illetve kicsit több szerencséje van, akkor ő a válogatottságig vihette volna, és nem is elsősorban a futcára gondolva, hanem akár a nagypályán. Schuller. Nem sikerült jól hátrahúzni a labdát Kollárnak, róla ment ki. 17 perc, 35 másodperc áll az órán. 2 perc, 25 másodperc van még hátra az első játék részből. A harmadik percben született a két győri találat, és azóta nem esett gól. Szakmeister szólt, hogy ez az övé, aztán megpróbálta előrevágni, elérte a tetőszerkezetet a labda. A házigazdák jöhetnek oldalról. Kovács, Püspök szépen pörgeti át. Ez egy gyönyörű megmozdulás volt Püspök Pétertől.
Megint nála a labda. Most már beavatkozott Novák. Kollár. Ez is szép megmozdulás, és nem tudja pontosan átvenni Szakmeister. Egy gyors kontra. Itt pedig nem jutott el Püspökhöz a labda, most felgyorsulnak az események. Megint egy remek közbenyúlás Kovács Máté. És egy óriási mentés Novák. Gyorsan oda megy Püspök Péter. Nincs semmi baj, Novákot átöleli, ez nagyon sportszerű jelenet. És ha jól tudom, akkor Püspök Péter válogatott kerettag is. Ha most jelen pillanatban nem is, de úgy gondolom, hogy az volt a veszprémi csapatból. Már megesküdni nem mernék rá, de nekem úgy rémlik. Püspök megint sarokból jöhetnek, ismét csak a győriek. Pap Zsombor, Püspök picit megint csak jobban alányult a kelleténél, de hát lövésből lesz a gól természetesen. Kevesebb, mint másfél perc még itt az első fél időből. Novák csak keresztbe tudja vezetni a labdát, Kollár, egy pontatlan indítás, Püspök csípte el, aztán teszi hátra Balikóhoz, és ezek azok a szituációk, amikor mondom, hogy még egyszer nem tudják hátra tenni büntetlenül Balikónak a labdát, tehát el kell hagynia a győri térfelet a labdának, ezt csak azoknak mondom, akik esetleg kevesebb futszál mérkőzést láttak eddig, tehát aztán bőven-bőven vannak, akik sokkal, de sokkal jobban tudják nálam a szabályokat. Van egy szabálytalanság ismételten a győrieknél, és ez volt az ötödik csapathiba a hazai oldalon, tehát ez alatt az 50 másodperc alatt, ha még egyszer szabálytalankodnak, akkor kisbüntető jár a Kanizsának. Oldalról jöhetnek megint csak a vendégek. Horváth Elemér. Túloldalon László Dávid várta volna, Horváth picit rá tekeredett a labdára, most jut el László Dávidhoz. László, és nem tudta visszapöccinteni Horváth, még mindig megvan a Kanizsánál, kevesebb mint fél perc. Ez pedig egy pontatlan átadás Szalaitól. Dominik Zsolt egyébként, aki óriási munkát fektet abba, hogy a kanizsai futszál csapat életbe maradjon, illetve a lehető legjobb eredményt tudja elérni. Ugye újonc az NB2-ben a kanizsai együttes. És elsődleges cél természetesen a bentmaradás volt. És itt a vége, nem jutott már lövéshez Horváth Elemér. 2-0 Szűcs Ánám, illetve Püspök Péter találataival a szünetben, és jövők vissza természetesen a második félidőre. Addig a hangot levesszük, de a kép itt marad. Pillanatokon belül kezdődik a második félidő. Vendégeknél a kapuban nincs váltás. Szakmeister Ádám, Schuller, Szakmeister János, ők testvérek. Horváth Elemér, illetve Kollár Péter. A házigazdáknál itt van Püspök, Balikó a kapuban. Kovács Máté, nála van a labda. Jól látom, Szűcs Ádám van még ott, illetve Tama Ádám már nem tudta megfogni a vonal előtt Kovács Máté. Horváth Elemér oldalról, Schuller átforgatja Kollárhoz, szép a csel Kollártól, Szakmeister nem volt jó a továbbítás, kint van az oldalvonalon kívül a labda, de ott látott valamit a második játékvezető, Urgyán Antal. Felkerült egy szabálytalanság a táblára is, és egy jó lövés, és egy gyönyörű védés megint csak Balikótól. Schuller, Horváth,
Püspökről perdül ki a vonalon túlra a játékszer. Schuller. Megpróbálom majd az időt többször mondani, hát azt már nem vállaltam be, hogy a órát is kezelem. Egyébként csak úgy érdekességként, nagyon-nagyon hamar ideértünk Győrbe, most azért nem mondom el, hogy milyen tempóba jöttünk, de kevesebb, mint másfél óra alatt. Egy jó lövés Szakmeistertől nem sokkal a felső léc fölött hagyta el a játékteret. 5 óra előtt 5 perccel még Zalaegerszegen volt a csapatbusz. Mert gond nélkül ideértek a játékosok, és még be is tudtak melegíteni. Horváth Elemér. Szépen kapcsolják le a hazaiak, Püspök. Meghúzza itt a szélen, ott van középen üres ember, aztán elvállalja inkább Püspök. Most Szakmeister Ádám mutatott be egy szép védést. 1 perc 20 másodperc telt el. A második játék részből oldalról jöhetnek majd a fehérmezesek. Van egyébként egy eltiltottja is a győri csapatnak. Gyorsan addig elmondom, hogy a negyedik fordulóban, hát ez még a tavalyi esztendő szeptember második felében játszódott volna, ahogy említettem, ez a találkozó. Várjuk meg ezt a kanizsai támadást, Szakmeister, Horváth Elemér, be középre, aztán egyből tette ki oldalra Tama. Tehát abban a fordulóban, a negyedikben a Pafc a Five Stars Érdi VS-e ellen játszott. Ők szeptember 21-én játszottak le, nincs jelentősége. 5-1-re győzött a Pafc, Energy TFS-e 5-4, Eltebeac, Reac, Sise 6-6, PTE Peac, Maglód 4-5, illetve Ute, Tihany 5-9. Ja, a maglódiakkal játszotta a feljutásért a páros mérkőzést a Kanizsa. Még az elmúlt szezon végén, hát alul maradtak a maglódiakkal szemben, aztán végül is egy megpattanó lövés, és most már 3-0. Én megvárom még a messzámot. Le tudom olvasni a győri játékos hátáról. A gólszerző Pap Zsombor. A Pap. Zobák. Pap kérné középen, Zobák. Lepattant László Dávidról, aztán el tudja piszkálni még ott középen a labdát, aztán van egy felszabadítás. Zobák érkezett nagy lendülettel, és kivágja oda a szemközti lelátóra a labdát. Biztos, ami biztos, ne tudjanak gyorsan fordulni a vendégek. László Dávid. Szalai jól fordul le, de nem volt túlságosan erős a lövés, és középre tartott, Balikónak nem okozott gondot. Zobák. Előtte itt a vonal mellett a szélen, de erre nem tudott indulni Pap. Neki kell megigazítani a cipőfizőjét. Most már folytatódhat a játék. László Dávid. Legutóbb december közepén léptek pályára a csapatok. Akkor az Eto a Tihany csapatát verte, ugyanitt a Magvasiban 5-3-ra. Jó csapata van a tihanyiaknak egyébként. A Kanizsa pedig az Energy otthonában nyert 7-0-ra. Szalai. Picit felperdült a labda. Nem tudta betenni középre Koroncai. A sarokból jöhetnek majd a pirosak. László Dávid. Novák.
Koroncai, Szalai, Novák, róla ment ki. Balikó jöhet majd a kapuból. Egyébként akár hányszor itt elment a szünetben Balikó, mindig fölintegetett ide a közvetítő állásba. Püspök, ez is megpattant László Dávid térdén, vagy sípcsontján. Ezért a sarokból jöhet majd a győri együttes. Kőfalvi tette tovább, aztán kikerül a labda a vonalon túlra. Most a kanizsaiak jöhetnek. 4 perc, 21 másodperc telt el. A második félidőből 3-0. László Dávid. Szalai felé az emelés, jól vette át Szalai. Aztán rárugják a lábára. Győriek hozhatják játékba a labdát. Nem sikerült az oldalberugás, ott az itzer, és ezt is kivédi Balikó. Nagyon tudja magát hergelni. És nem egy szenzációs kapus. László Dávid. Szép játék, és ebbe is beleér Balikó. Lehet, hogy befért volna oda a kapufa mellé a jobb oldalon, de biztos, ami biztos beleért, vagy lehet, hogy kijön a kapufáról. Ezt már így utólag nem fogjuk megtudni. László Dávid. Koroncai. Elsőre nem megy be középre a labda, aztán hátra teszi Szakmeister Ádámnak. Most át kell tenni a labdát a túloldalra. Meg is próbálták ezt a kanizsaiak, de elpasszolták. Egymást zavarta a két fehérmezes játékos. El is veszítik a labdát. Pap Zsombor tette hátra Püspöknek. Pap közben lejön. Érkezik a helyére Szűcs Ádám. Balikó. És nem volt jó az előre emelés. Balikótól gyorsan elnézést kér a társaktól. De most van idő a cserére mind a két oldalon. László Dávid. Szakmeister János jött, Szakmeister, ezt is ki tenyereli Balikó. Jó vásárt csinált vele az Eto, ebben biztos vagyok. Már kiváló kapusok voltak Győrben, és ugye éveken keresztül, hosszú éveken keresztül a válogatott gerincét is az Eto adta. Például Drót Zoltán itt játszott hosszú időn keresztül. Püspök húzza meg a szélen. Ott az itzer, és egy nagy védés, bemutat Szakmeister Ádám is. Kollár. Egy szép becsúszással állítja meg Tama a labdát. És ott volt egy kis készfogó. A második szabálytalanság a győrieknél. Szakmeister. Leteszi Kollárnak, elakad a lövése, mármint Kolláré. László Szakmeisterhez nem jutott el a labda, Balikó pedig gyorsan kifut a kapujából, és megmenti még az alapvonal előtt, és inkább elrúgta a túloldalra. Novák. László Dávid. Picit magas Szakmeister Jánosnak. Most január 9-én, majd ugyanitt a Magvasiban lesz még egy elmaradt mérkőzés. A PTE Peac gárdáját fogadják a győriek, és azzal helyreáll a rend. Egy nagy lövés, egy lepattanó, ez pedig Schuller mellé bombázza.
Tehát akkor lehet majd a valós táblázatot is nézni, hiszen akkor minden csapatnak már meg lesz a 16 lejátszott mérkőzése. Kanizsai szempontból sok változás nem lesz, legalábbis a táblázaton elfoglalt helyet nézve. Ha ez marad az eredmény, Novák keze tapadt le egy pillanatra, és érzi is a jobb csuklóját, meg is állítja a játékvezető Zimonyi Péter, és oda megy a kanizsai játékoshoz. Ahogyan kitámasztott estében, letapadt a keze, talán a csikorgást is lehetett hallani a mikrofonban, egy nagyon kellemetlen tud lenni. Egy ilyen rándulás. Jó fordulás Kovácstól. Kovács szakmester lépett közbe. Nem volt szabálytalanság, nem is reklamálnak egyébként a győriek. És azt kell örömmel konstatálni, hogy nagyon-nagyon sportszerű a mérkőzés. Legalábbis eddig is bízunk benne, hogy így is marad. Balikó gurítja ki a labdát egy szép testcsel. Aztán Novák tudott odapiszkálni, szakmester János még ott megtolja a vonal előtt. Elért egy pillanatra a lábát Kovács Máté, de a labdát támadta, szó sem volt arról, hogy akár szabálytalanul szakmester lába felé nyúljon. Nem is reklamáltak természetesen, és a síp sem szólalt meg. A győriek jöhetnek oldalról. Kollár nézett egy pillanatra körbe, hogy kihozhatja majd a labdát. Szakmester helyére érkezett közben Szalai. Nagyon kimerítő sportág egyébként. Itt az indulás, illetve a megállások borzasztó sokat kivesznek a játékosokból. Ezért is van a gyakori csere. És Novák helyére érkezik Horváth Elemér. Novák még a padon ülve is nézegeti a kezét, csuklóját. Letámadnak most a vendégek. Egy szép csellel hozta ki vég. Püspök. Egy pontos átadás a túloldalra, de az a mozdulat az azért megér egy mondatot, ahogyan bal külsővel egy hajszálpontos labdát adott oda a túloldalra Szűcsnek. Nem ért hozzá senki, így a győriek jöhetnek. Érkezik Németh Milán, illetve Pap Zsombor vissza a házigazdáknál. Püspök. Pap. Kollár oda tudott piszkálni. Továbbra is a győrieknél a labda. Oldalról jöhetnek. Egy határozott labdaszerzés, aztán egymásra várt a két kanizsai játékos, és ott volt egy falt. Végig Alex került a parketre. Oda megy Szalai fölsegíteni. Ez volt az első kanizsai szabálytalanság. Egy rossz ütemű közbelépés. De mondom, továbbra is nagyon-nagyon sportszerűek a játékosok. Nincs alattom a szabálytalanság. Ha véletlenül van ütközés vagy falt, akkor gyorsan mennek elnézést kérni, felsegíteni a társakat. Szalai elpöccinti a lába mellett vég. Szép a csel. És bele tudott érni még szakmester. Érkezett a hosszún. Püspök neki szánta volna Pap az átadást. De bele tudtak érni még ott a védők. Jön Koroncai közben Kollár Péter helyére. Püspök pedig az oldalberúgásnál. Még egyszer próbálkozhat. 9 perc, 41 másodperc telt el a második félidőből. Püspök. Egy szép csel, Pap. Ott is volt egy rossz ütemű közbelépés. Horváth Elemér nyújtja is a kezét. Az Eto játékosa felé. El is fogadták természetesen.
német Milán lábát ért el horvát. Egytagú sorfal a vendégeknél, most már odaáll Schuller is, horvát mellé. Püspöknek gurítják le, ő elvállalja, befért volna oda a jobb felsőbe, de Szakmester Ádám szépen kitolja. Gyönyörű lövés, remek védés. Említettem már a január 9-ai találkozót, 11-én pedig majd folytatódik a bajnokság. Közben Koroncai hosszantolja meg a labdát, Püspök teszi hátra Balikóhoz. Túl vagyunk most már a második félidő felén, Püspök. De az Ute vendége lesz, hogyha jól láttam. Igen, az Eto. Este fél kilenckor indul majd útjára a labda, egy gyönyörű átadás, és ez a Püspök sarkazás, ez csodálatos volt, illetve remekül lépett ki megint csak Szakmester Ádám a kapujából. Sikerült hárítania. A kanizsaiak pedig majd a PTA Peac gárdáját látják vendégül. Zsigmondi torna termében. Püspök. Picit túlhúzta most a lövést. Jobban visszafordította, és elment a bal alsó mellett. Horváth Elemér, Szakmester János. Próbálja tartani Szakmester. László Dávid, Horváth. Elcsúszott Horváth Elemér lába alatt a labda. Kevesebb mint 9 perc van még hátra a találkozóból. 3-0-ra vezet az Eto. Az első félidő harmadik percében esett két gól. Szűcs, illetve Püspök voltak eredményesek, illetve itt a második félidő szintén harmadik percében Pap Zsombor talált be. Egy megpattanó lövés került végül is Szakmester Ádám kapujába, és most időt kér Bagó Gábor. 11 perc, 13 másodperc, ennyi telt el a második félidőből. 3-0. Említettem, hogy egyszer már találkozott egymással a két együttes december közepén, akkor 9-5-re nyert a Kanizsa. Nagy Tamás szerzett akkor 4 gólt, Szalai 2-t, Kollár 2-t, illetve Horváth Elemér hazai részről. A túloldalon Püspök, Hegyesi, Püspök, illetve Harnis, Hegyesi voltak a találatok szerzői ebben a sorrendben. Már 9-3-ra is vezetett akkor a Kanizsa. 2 perccel a vége előtt, aztán a 41. percben kétszer villant a klasszis Harnis, illetve Hegyesi. Mindketten szereztek egy-egy találatot. Szakmester Ádám gurítja ki oldalra. Már játékba hozták a kanizsaiak a labdát. Horváth Elemér nem tudta tovább tenni itt a vonal mellett Szakmester János felé. Egyébként a kanizsai futsalosok nagy többsége a megyei első osztályban nagy pályán futballozik. Most a kanizsa jöhet majd, Horváth Elemér. Közben Püspök Péternek szólt
Zimonyi Péter, hogy hagyja a labdát, hogyha nincs a pályán. Kevesebb mint 8 perc még a találkozóból. Szűcs teszi hátra. Kovács Máté szerezte vissza a labdát, és egy picit hosszú a keresztpassz. Nem érhette ezt el Szűcs Ádám. Jön Novák, horvát elemért váltja vendég oldalon. László Dávid aztán kapja is vissza. Novák. László. Szakmeister. László Dávid. Ebben picit több volt, legalábbis úgy éreztem. Szűcs éleszögből előtte, nem volt benne nagy erő, nem okozott gondot a kanizsai hálóőrnek. Koroncai át a túloldalra, Szakmeister. László Dávid, Koroncai megint. Nem tudott ellépni a szélen. Egy jó labdalevétel Szakmeister, két ember között tolta volna meg, aztán hát innét nem látszott ebből a szögből, de azt fújták a sporik, hogy Szűcs Ádám volt szabálytalan, és pontosan szembe Balikó Milán kapujával jár a szabadrugás. Faltokat tekintve 3-2, tehát háromszor vétettek a győriek ebben a félidőben. Említettem, hogy 5-ig nincs gond, a hatodiknál viszont már kis büntető jár, kéttagú sorfal. Balikó mutatja, hogy ki hova álljon, és szétválasztotta az egymás mellett álló győri játékosokat. Beáll oda Novák is, próbál helyet csinálni, lehet, hogy az ő pozíciójába próbálják ellőni. Ezt is megfogja Balikó, és valóban így történt, hogy Novák lába mellett zúgott el ez a lapos lövés. Balikó ezt is hárította. Nem tudta Novák tovább pöccinteni Szakmeisternek a labdát. Nem mondom most elnézést, hogy két Szakmeister fiú közül éppen melyik kapja a labdát, mert általában mezőnyben, nem általában, mindig mezőnyben János kapuban Ádám tevékenykedik. Nem sikerült jól átvenni a labdát. A vendégek jöhetnek majd. László Dávid. Novák jól tolja meg, aztán gyorsan kivágják előle, mielőtt meglépne ott az alapvonal felé. Vég volt az egyébként, aki jó ütemben érkezett és kitette a vonalon túlra egy határozott mozdulattal. László. Kollártól kapja vissza. László Dávid. Kollár háta mögé érkezik az átadás. Az egyik kedves nézőnk tömören összefoglalta, ami valójában történt a mérkőzésen, az a két gól egy percen belül az megnyugtatta a hazaiakat, és azóta játsszák a saját játékukat, és nem talál rést a vendégcsapat a győri falon. Ebbe is bele tudtak érni, vég volt az, aztán Püspök húzza meg, és elakad Szakmeister Ádám lábában, sarkában a labda. Novák. Ez hosszú, Balikó jön ki, aztán már nem tudta megtartani a vonal előtt, de még tovább pöccinte nagyon rutinosan, hogy ne lehessen gyorsan elvégezni az oldalberúgást. Valamivel több mint 5,5 perc van még hátra a találkozóból. 3-0-ra vezet a Győr a kanizsaiak ellen. Horváth Elemér. Kettő az egyben vihetik Püspök. Nem sikerült most ezt a támadást lövéssel befejezni. Egy szép labdaszerzés. Pap Zsombor. És ott volt Kollár Péter lába. Ez zavarhatta meg a lövésben Tamát. Horváth. Schuller. Kollár. Schuller megint. Szűcs. Schuller
ügyesen emelte el a kapu elől, aztán ki is tudja húzni. Egy szép sarkazás, még mindig ott van a labda. Nem akart itt szabálytalanságot. Nyíregyházi Norman ugye elsőre megszerezte a labdát, aztán visszafordult, és ott pont érkezett a kanizsai játékos, amire nem számított, tehát többen kiabálják, hogy labda volt. Hát én nem merek ebben állást foglalni, ebből a szögből nem jól látni, ott volt a játékvezető, aki ítélt. És igen, írja az egyik kedves nézőnk, hogy bővül majd az Eto szakmai stábja. Január 2-án jelentették be, hogy megállapodtak Juan Ramon Cabo Rodriguezzel, és ő is helyet kap majd a Győri Eto szakmai vezetésében természetesen. És természetesen, amit már korábban is elmondtam, hogy a győrieknek nem a másodosztályban van a helyük. Még a tavalyi év talán augusztusában, július végén, augusztus elején jártunk itt, amikor az MB2-es nagypályás meccset közvetítettük az Eto stadionból, ZTE vendégszerepelt itt a Győri Etónál, és akkor beszélgettünk itt a győri ismerőssel, hát közben őt be kellett lehozni a kanizsai játékost, reméljük, hogy nincs komoly baj. Ez volt a győriek negyedik csapatfaltja, és ő mondta, hogy legalábbis akkor úgy tűnt, hogy hát nem lesz győri futszál. És hát örömmel hallottuk utána a hírt, hogy de lesz, és lesz esélye, hogy van esélye arra, hogy ismételten a legjobbak között szerepeljenek majd a zöld-fehérek. Egy kombináció, ami végén egy lövéssel nem tudták bevenni Balikó kapuját. Most a kanizsaiak egy nagy kidobás a hálóőrtől, nincs a túloldalon érkező. Nyíregyház kitette keresztbe, remélve arra, hogy valaki kíséri a támadást. Horváth Elemér. Kevesebb, mint 4,5 perc van még hátra találkozóból, továbbra is őrzi maga biztos előnyét az Eto. Schuller, Horváth Elemér. Egy szép becsúszás Szűcs Ádámtól. Horváth Elemér egy fejes, ráadásul jó helyre, nem tudta már Szűcs kinek tovább tenni. Losonczi Máté 4-es számmal, egy fél perce, egy perce lépett pályára kanizsaiaknál először a mérkőzésen. Horváth egy jó becsúszás Német Milántól, ezzel tudta megtartani az Eto labdát. Schuller. Érkezett Püspök, ő még megpaskolja a Horváth Elemér karját. Oldalról jöhetnek majd a vendégek. Szakmeister érkezik vissza mezőnybe. Rajta kívül Koroncai, Schuller, illetve Horváth Elemér. A túloldalon Püspök, Szűcs, Pap Zsombor, illetve Német Milán a pályán, mezőnyben természetesen, hiszen a kapusok terén nem volt váltás a mérkőzésen. Most érkezett vissza Pap Zsombor. Szűcsöt váltotta Koroncai. Szakmeister jól húzza vissza, Püspök csúszott a labda elé. Érezte Szakmeister, hogy nem tudja előni, mert le fog vágódni. Most a második próbálkozásra pedig
tényleg így járt, levágódott egy közbelépő lábról. Oldalról jöhetnek majd a piros mezesek. 16 perc, 47 másodperc telt el a második félidőből. 3-13 van még hátra. Picit bőriesen fogalmazva, de azt hiszem, hogy talán értik a kedves nézők. Szakmester, ez is levágódik. Püspökről pattant az alapvonalon túlra a labda, a sarokból jöhet majd a kanizsa. Horváth elemér a labda mögött, lövésre teszi le, ezt is kiszedi a sarokból Balikó. Szakmester a testvérhez, Jánoshoz tette előre, de túlságosan erős volt a labda. Balikó Milán kapja. Hosszú előreivel és mellé fejelt a labdának Schuller, aztán kis szerencsével került vissza hozzá a labda. Horváth Schuller, ez egy jó indításnak tűnik, egy picit hosszú, nagyon bosszúsan a vonal mögött. Még belepöccintett egyet a szakmester János. Horváth jöhet oldalról. Schuller, nem volt pontos a labdája szakmesterhez. Kevesebb, mint 2,5 perc van még hátra a találkozóból. Továbbra is 3 gólos Eto előny. Horváth jó az első csel, aztán meg tudja tartani még Horváth elemér. Az indítása nem volt pontos, aztán volt egy lökés, és hát bal szerencsésen, hiszen a földre kerülő német még neki esett egy másik játékos társának is. Ez volt a harmadik kanizsai falt ebben a játék részben. Megvan még a vonal előtt. Tama. Püspök. Szép sarkazás, László Dávid figyelt most rá, Novák. Itt is egy sarkazás, szakmeister, ellopják előle a labdát, Püspök. 2-2 vihetik, és bele tudott érni még Novák az átadásba. Horváth, szakmeister, jól jött ki a kapujából, Balikó, aztán ment volna előre, hogyha nem ütközik Horváth elemérrel. A lőttő gólt, még az NB1-ben is már, mint Balikó Milán. Rövidet célozta meg Püspök, nem ért hozzá kanizsai játékos a jobb kapufa külső lapjáról. Került végül az alapvonalon túlra, a hosszú kidobáshoz sem ért hozzá senki. Papp teszi hátra Püspök, egy finom pöccintés, ott győzött a túlerő most a kanizsaiaknál. Marad a labda vendégeknél, az utolsó percen belül járunk már. Novák. Komoly bravúrokat bemutatott egyébként már a kanizsai az idei szezonban, és azt hiszem, hogy talán nem túlzás azt állítani, hogy az egyik meglepetés csapat itt a az NB2 nyugati csoportjában. És csak például arra gondolok, hogy a kanizsai együttes volt az első, aki pontot tudott csenni az Éllovas Pafctól. Még Nagy Kanizsán játszottak egy 4-4-es döntetlent. Megverték oda az a TFS-ét. Az Újpestet idegenben, ahogy említettem, már az Eto ellen sikerült oda-haza győzniük,
egy nagyon gólgazdag mérkőzésen. Legutóbb pedig az Energy ellen egy nagy gólarányú győzelem idegenben. Őket oda-haza is megverték 5-2-re, még a szezon elején. Ennyi volt a találkozó. Az első félidő harmadik percében két gyors hazai gól, és a második félidő elején, szintén a harmadik percben még jött egy megpattanó lövésből egy újabb találat. Szűcs Ádám, Püspök Péter, illetve Pap Zsombor szerezték a győriek találatát. Egyébként mezőnyben abszolút egyenrangú ellenfél volt a kanizsai együttes, de Püspök klasszisa, nagyon jól irányított a győri együttest, illetve a jobb helyzetkihasználás döntött a győriek javára. Nagyon sok sikert kívánunk nekik a folytatásban, és természetesen bízunk abban, hogy a kanizsai együttesnek pedig sikerül a terv, itt újoncként a felsőházban jussanak majd az alapszakasz után a piros mezesek. Én megköszönöm, hogy itt voltak velünk. További kellemes estét kívánok mindenkinek. Legközelebb a Zalasport majd szombaton Jászberényből jelentkezik férfi NB1-es kosárlabda mérkőzéssel. A viszontlátásra, viszonthallásra.